Megbízhatóbb, gyorsabb és pontosabb eredmények, a hematológiai automata több szempontból is megkönnyíti az egészségügyben dolgozók munkáját. Ez az eszköz a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház megújult központi laboratóriumában található. A labor teljes körű felújítása 2023-ban ért véget négy éven keresztül küzdöttünk azért, hogy egyrészt a projektet megnyerjük, a pályázatot megnyerjük, és utána ezt biztonsággal végre tudjuk hajtani, és a laboratórium pedig egy alapkészség a kórház számára, tehát hogyha nincs laboratóriumunk, akkor az egész ellátásunk egy kicsit hiányt és csorbát szenved, és a szokásos gondolkodásunk mentén haladtunk, nem csak a laboratórium eszközöket, automatákat tudtuk lecserélni, hanem megújítottuk a laboratóriumnak a kubatóreális építészeti feltételeit is. Ez az egyik része annak, hogy a laboratóriumban dolgozó munkatársak itt maradjanak hosszú távon, pedig egy olyan hátteret biztosítsunk számukra, amely biztonságos munkakörülményeket és kedvező munkakörülményeket teremtett az itt dolgozó munkatársainknak. Több járó beteg szakrendelő is megújult tavaly. Májusban még munkaterület volt, például a fülorgégészeti részleg. Pár hónappal később pedig már korszerűbb körülmények és új eszközpark várta az itt dolgozókat és a betegeket. Volt egy sikeres efop pályázatunk, amely hazai forrás, hazai Európai Uniós forrásra támaszkodva a járóbeteg szakrendelőknek még a nem felújított részeit célozta meg. Itt a fülorgégészet, a szülészet, szakrendelőjét, illetve a gyermek szakrendelőket tudtuk megújítani, és ehhez kapcsolódóan az adott szakmáknak az eszközeit is lecseréltük. Én azt gondolom, hogy most ott tartunk, hogy már nem túl sok az az eszköz számunkra, amit cserélnünk, illetve fejlesztenünk kellene, de ezek a források hozzásegítették. Ahhoz, hogy a komplettálódjon a kórház, és a, ezeknek az elmaradt szakmáknak is a, az eszközhiányait tudtuk pótolni. A kórház 2024-ben további korszerűsítéseket tervez. Építési terveket készítettünk a sebészet és a traumatológiai osztályoknak a felújítására, beadtunk több pályázatot már ezeknek a területeknek a felújítására, illetve a kórházi zöld terület lenne majd megszerzott, még, hogy ott is egy kis változtatást, újítást tudjunk végrehajtani. Most kezdenek megnyílni az Európai Uniós források is, reméljük, hogy ebben a további eszközfejlesztésekhez, épületfelújításokhoz és akár a képzésekhez is tudunk majd forrás nyerni, ezzel pedig a kórházunk azt a szerepet, amit betölt, határmentén még tehetjük. Az intézményben 2023-ban nőtt a betegforgalom. Az ellátás ennek ellenére zavartalan. A kórházban nincs hiány a szakdolgozók terén. Jelenleg túljelentkezés mutatkozik a munkakörökre. Ez többek között annak is köszönhető, hogy számos képzőintézménnyel áll szoros szakmai kapcsolatban a kórház.